Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Szubjektívet látják, a Pannon Televízió interjú műsorát. Nem sokára kvóta referendum Magyarországon október 2-án szavazó urnákhoz vonulnak a magyar állampolgárok. Ennek kapcsán beszélgetek dr. Babit Jánossal, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus főkonzuljával, valamint dr. Rusz Radován konzulúrral. A részletekről, valamint a különböző témákról a népszavazás kapcsán köszöntöm önöket itt a stúdióban. Jó napot kívánok, köszönjük a meghívást. Először Babit János úrhoz teszem fel a kérdést. Október 2-án népszavazunk. Miért állunk fontos referendum előtt? Én azt hiszem, hogy maga a referendum ügye és az a kérdéskör, amiről ez szólni fog, különösen az Északbácskában a határon túli magyar területeket tekintve a legismertebb témakör, hiszen tavaly nyár óta ez a jelenség, hogy migránsok, illetőleg jobb élet reményében vagy politikai üldöztetés elől menekülők, nem tudhatjuk, ezeknek nagy tömegei országhatárokat átlépve indulnak meg Nyugat-Európába, ebben a térségben ismert. Sajnos valószínűleg a tévénézők között többeknek vannak kellemetlen vagy keserű tapasztalataik is, hiszen ez a jelenség okozott károkozást akár a gyümölcsösökben, akár a búzaföldökön, de azt hiszem, hogy többekben meg talán egy 15-20 évvel ezelőtti ugyancsak tragikus élményt idéz fel az akkori Balkán háborúk idején menekülők képét. Tehát maga ez a kérdéskör, én úgy gondolom, hogy a Vajdaságban és különösen az Északbácskában nagyon is ismert, és nagyon is egy olyan kérdés, ami az embereket érdekli és meg is érinti. Én ezért úgy gondolom, hogy valószínűleg az itteni magyar állampolgárok fognak szavazni, és valószínűleg nagy lesz az érdeklődés ez iránt, a népszavazás iránt. Ugye most a határon túli magyarok is szavazhatnak. Kérem, mutassa meg, illetve ismertesse a szavazás módját. Ez esetükben hogyan zajlik ez? Igen, az első és fő próbája ennek az új választási eljárási törvénynek, és azzal kapcsolatosan a határon túli magyarok szavazati jogának 2 évvel ezelőtt az országgyűlési választásokon volt, amikor már kétféle szavazati mód is működött, az úgynevezett személyes szavazás a magyarországi szavazókörökben és külföldön a külképviseleteken, illetőleg a teljesen új módszer a levélszavazás. A határon túli magyar állampolgárok nagyobb részét a levélszavazás érinti, éppen ennek egyik előfeltétele volt maga a levélszavazásra történő regisztráció, amely hamarosan szeptember 17-i határidővel lejár, természetesen csak erre az október 2-i népszavazásra, illetően a későbbieket tekintve még továbbra is lehet regisztrálni levélszavazóként, és ennek 2 markáns módja lesz, vagy a levélszavazó csomagot postai úton adhatja föl a szavazópolgár, vagy behozza a külképviseletekre, Szerbia esetében ez 2 jelent, Belgrád nagykövetség, illetőleg Szabadka főkonzulátust, esetőlegesen október 2-án a magyarországi szavazókörökben is beadhatja a levélszavazatát. Tudnak-e esetleg segítséget kérni azok, akik részt kívánnak venni a Szabadkai Magyar Konzulátuson abban, hogy hogyan töltsék ki, illetve hogy hogyan küldjék el ezt a levelet? Természetesen, hiszen az információadás feladatunk, és szeretnénk is ebben minél inkább segítséget nyújtani azért, hogy aki szavazati jogával szeretne élni, az érvényesen tudjon ezzel a joggal élni. Éppen ezért köszönjük ezt a lehetőséget, ahol beszélhetünk a határidőkről, amik nagyon fontos határidők, hiszen egy-egy határidő elmulasztása valakinek a szavazati jogának elvesztését is jelentheti erre a népszavazásra, illetőleg azokról a technikai ismérvekről, hogy hova, miként lehet feladni a levélszavazatot, melyik ország postáján, mind a kettőn lehet, magyar és szerb postán ingyenesen úgy szintén, illetőleg hogyan lehet a levélszavazatot mondjuk kitölteni és bedobni az úgynevezett postaládába a főkonzulátuson. Ezzel kapcsolatban most konzul úrhoz fordulok. Pontosan mit tartalmaz ez a levélcsomag, illetve most meg is tudjuk azt hiszem mutatni, hogy mit kapnak készhez a választópolgárok? Én is sok szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket. Igen, hoztunk egy mintát is arról, hogy hogyan is néz ki ez a levélcsomag. Ugye a levélcsomag, itt van egy boríték,
próbálom szemléltetni, áll egy válaszborítékból, amit már is kiveszek. Tehát ugye ebbe a válaszborítékba kerül majd a szavazat maga és a nyilatkozat, amit ki kell tölteni, ezekről még fogok beszélni. Tartalmaz a levélcsomag egy tájékoztatást arról, hogy mi a teendő a levélszavazás kapcsán, tehát hogyan kell kitölteni a nyilatkozatot, hogyan kell elhelyezni a válaszborítékot, tehát ezt részletesen ismerteti ez a tájékoztató. Tartalmaz a levélcsomag egy nyilatkozatot, ugye ezt kötelező, ezt meg is tudom mutatni. Tehát ez így néz ki, ez egyébként letölthető a Nemzeti Választási Iroda honlapján is. Tehát ezt ki kell töltenie a szavazópolgárnak, mégpedig a magyar okmányok szerinti adattartalommal. Tehát ez nagyon fontos, hogy a magyarországi lakcímkártya, általában már minden magyar állampolgárnak van már ugye ilyen lakcímkártyája, ezen van a személyazonosító szám. Tehát ezt az adattartalmat kell feltüntetni. Ha valakinek esetleg nem lenne ilyen lakcímkártyája, akkor a magyar útlevelében szereplő adatokat, vagy ennek hiányában a honosítási okiraton szereplő adatokat, vagy az állampolgársági bizonyítványon szereplő adatokat kell feltüntetni nagyon pontosan, és az is fontos, hogy ezt a nyilatkozatot aláírja a szavazópolgár, tehát ez is egy érvényességi kellék. Akkor ugye, ami még szerepel a levélcsomagban, az maga a kis boríték, amiben el kell helyezni majd a szavazatot, és ez pedig a szavazólap. Itt is egy mintát hoztunk, ugye itt is egy vagy egy igen, vagy egy nem választ lehet megadni. Úgy kell bejelölni, hogy tehát egy X vagy egy plusz jel, tehát két metsző vonalat kell elhelyezni. Ezt a szavazólapot, amit ugye a kitöltést követően be kell rakni a kis válaszborítékba, le kell zárni ezt a kis borítékot. A kis borítékot, ugye, amelyik tartalmazza már a szavazólapot és a nyilatkozatot kell elhelyezni ebbe a válaszborítékba. Fontos, hogy a válaszborítékot is le kell zárni, és a szavazólapot tartalmazó kis borítékot is le kell zárni. És miután lezárjuk ezt a borítékot, akkor van egy ragasztószalag is, ami így néz ki, tehát így néznek ki majd a levélszavazat. És ezeket kell elhelyezni benne? Ezt kell elhelyezni benne, és ezt kell ugye vagy postán feladni, akár szerbiai postán, akár magyarországi postán. Ott nagyon fontos, hogy október 1-ig érkezzen meg Magyarországra a Nemzeti Választási Irodához a szavazat. Hogyha valaki úgy tervezi, hogy szerbiai postán keresztül szeretné feladni, akkor azt javasoljuk, ezt mielőbb tegye meg, tehát ne az utolsó héten. Természetesen lehetőség van arra, hogy a Szerbia esetében, tehát a vajdasági magyarok a belgrádi nagykövetségen vagy a szabadkai főkonzulátuson is leadhatják ezt a szavazatot, tehát a levélszavazatot. Erre szeptember 19-e és szeptember 30-a között van lehetőség munkanapokon. Szabadka esetében 7 óra 30-tól reggel este 18 óráig, illetve a szavazás napján, tehát október, tehát a népszavazás napján október 2-án reggel 6 óra és este 19 óra között is el lehet helyezni, le lehet adni magyarán a szavazatot nálunk. Így néz ki a folyamat ezek szerint, viszont hozzánk nagyon sokan fordultak azzal a kérdéssel, hogy akiknek magyarországi lakcímük van, és mondjuk itt élnek Szerbiában, illetve Vajdaságban, az ő esetükben hogyan működik? Tudnak-e a főkonzulátuson szavazni, és milyen módon történik ez ebben az esetben? Igen, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek, tehát ők főszabály szerint, ők ugye nem kell, hogy regisztráljanak, ők automatikusan bekerülnek a választói névjegyzékbe. Ők főszabály szerint a lakóhelyik szerinti helyi szavazókörben, tehát a lakóhely szerinti szavazókörben tudnak majd szavazni. Azonban, hogyha úgy gondolják, hogy nem tartózkodnak a szavazás napján a lakóhelyükön, magyarországi lakóhelyükön, hanem mondjuk itt Vajdaságban vannak, akkor ők kérhetik azt, hogy tehát kérhetik a felvételüket a külképviseleti választói névjegyzékbe, ahol meg kell jelenni, hogy melyik külképviseletre szeretnék kérni magukat, ugye jelen esetben a szabadkai magyar főkonzulátusra. Ennek is van egy határideje, ez szeptember 24,
Tehát addig kell ezt megtenni, ezt a regisztrációs kérelmet, addig kell továbbítani. Ezt egyébként nem a főkonzulátusra kell továbbítani ezt a kérelmet, hanem a helyi, tehát a lakóhely, magyarországi lakóhely szerinti helyi választási irodához kell továbbítani, de természetesen, mint ahogy a regisztrációnál is erre mód van, itt is lehetőség van arra, hogy interneten keresztül, és talán ez egyszerűbb is, tehát azon keresztül is lehet kérelmezni azt, hogy valaki ne a lakóhelyén, hanem külképviseleten, ez jelen esetben Szabadkán a főkonzulátuson szavazhasson. Amennyiben összegezni szeretnénk, hogy áttekinthetőbb legyen a szavazni kívánó választópolgároknak ez az elkövetkező időszak, milyen fontos időpontokat kell mindenképpen fejben tartani ahhoz, hogy mindenki tudjon részt venni a választásokon, illetve a népszavazáson? Hát ugye a határidők azok fontosak, ugye ebben az esetben is. Ugye a legfontosabb határidő, és erről talán eddig nagyon sok szó esett az elmúlt hetekben, ez a szeptember 17-e, ugye eddig kell regisztrálni annak, aki levélszavazóként, tehát magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárként szeretne szavazni, és részt szeretne venni az október 2-ai népszavazáson. Ugye regisztrálni ezt követően is lehet, de ahogy ezt főkonzul úr jelezte, akkor ez a regisztrálás, ez már csak egy későbbi országgyűlési választásokon, vagy országos népszavazáson tesz lehetőséget arra, hogy valaki szavazzon. Tehát szeptember 17-e, ez egy nagyon fontos dátum. Aki ugye magyarországi lakcímmel rendelkezik, ő szeptember 24-éig kérheti azt, hogy ne a lakcímén, hanem magyar külképviseleten, tehát külföldön, ez esetben ugye mondjuk Vajdaságban itt a főkonzulátuson szavazhasson. Aki postán szeretne, postai úton szeretné továbbítani a szavazatát, ugye ő neki arra kell ügyelnie, hogy a levélszavazata az október 1-ig megérkezzen a Nemzeti Választási Irodához, és ugye még egy dátum van, ez ugye ez maga a népszavazás napja, ez október 2-a, a magyar főkonzulátus ugye reggel 6 órától este 19 óráig lesz nyitva azoknak, akik ugye erre jogosultak, hogy személyesen szavazzanak, mint külképviseleti névjegyzéken szereplő választópolgárok. Nagyon sok hiba arány volt a legutóbbi ugye parlamenti választásokon vehettek részt a vajdasági magyarok. Itt nagyon sok hiba volt. Melyek voltak ezek a tipikus hibák, és mi az, amire felhívná a figyelmet főkonzul úr, amire most figyelniük kell a választani kívánóknak? Igen, én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos kérdés, hogy próbáljunk olyan információkat átadni, ami ezeket a hiba lehetőségeket szűkíti. Az egyik abból ered, hogy magyarországi jogszabályok alapján közigazgatási aktusok mennek végbe, tehát adatlapok kitöltése olyan adattartalommal, ami Magyarországon kívül például az anyja születéskori vagy leánykori neve a környező országok közigazgatásában nem ismert. Ezzel a problémával találkozhattunk az előző országgyűlési választásokkor is, hogy hiszen a román, a szerb közigazgatás ezt az adatazonosítót, hogy anyja leánykori neve nem ismeri. Erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jelenlegi tájékoztató így szerepelteti, hogy anyja születéskori, zárójelbe leánykori neve. Itt kérjük akkor értelemszerűen ezt beírni, és a másik az pedig, hogy a törvény nagyon szigorú, tehát ez az adat azonosító lap mondja meg, hogy valaki jogosult-e szavazni, és megfelelő adattartalommal kell ehhez kitölteni a levélszavazáshoz. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a magyar okmányokat gyakorlatilag másoljuk le. Az ott szereplő nevek, helyesírási módozatok kell, hogy bekerüljenek erre az azonosító lapra, akkor nem lehet téveszteni. Tehát legjobb, hogyha ezt egy ilyen mintaként követjük, és ezeket az adatokat írják be a szavazó polgárok. A leánykori nevet említettem, a másik pedig a dokumentumok borítékokba való elhelyezése. A konzul úr az imént fordított sorrendben, tehát mutatta egyrészt, hogy hogyan csomagoljuk ki ezt, és mit tartalmaz a levélszavazó csomag, illetőleg amikor a szavazás maga megtörténik, tehát a szavazólap kitöltése kerül, hogy visszafelé hogyan csomagoljuk el. Még egyszer talán ismétlésképpen, ugye a levél szavazólap, amin egy igen és egy nem választási lehetőség van a kérdés feltüntetésével, egyértelműen kell jelezni, ez az X vagy plusz jel, tehát két egymást keresztező vonal
tollal kitöltve, semmilyen más jelzés erre a lapra ne kerüljön, kerül bele egy kis borítékba, ezt le kell ragasztani, és utána ezt a kis borítékot és azt a bizonyos adatazonosító lapot kell belerakni a nagy borítékba, és a nagy borítékot az ott található zöld ragasztó szallaggal le lehet zárni, le lehet ragasztani, és utána fel kell adni a Nemzeti Választási Iroda postai címére. Ha a szerb postát választják a tisztelt szavazópolgárok, akkor az előző tapasztalatokból gondolva úgy gondolom, hogy a jövő héten van még esélye annak a postai feladásnak, hogy október 2-ára beérkezzen, bocsánat, október 1-ére, szombatra. A két hét múlva már nem javasolom, hogy a szerb postán adják föl. A magyar posta viszont másnap munkanapi kézbesítést vállal, tehát ott még van erre lehetőség. A másik mód pedig, hogy elhozzák hozzánk a főkonzulátusra, és ott az ott erre rendszeresített postaládába, szavazati postaládába elhelyezik. Ilyenkor nem kell semmiféle személyazonosító okmányt felmutatni, viszont azok a szavazópolgárok, akik a főkonzulátusra kérték a szavazólapjukat, ők a következő két hétben kétszer öt munkanap alatt, a hosszabb nyitvatartás alatt, tehát reggel 7:30-tól este 18 óráig jöhetnek, felvehetik a szavazólapjukat, a szavazati levélcsomagjukat. Nagyon fontos még elmondanom, hogy nem lehetséges a főkonzulátus épületében kitölteni. El kell vinni, ki kell tölteni, le kell ragasztani, és utána visszahozhatják és beletehetik ebbe a postaládába. A felvételkor természetesen személyazonosságukat igazolniuk kell. Vannak olyan magyar állampolgárok, akiknek nincsenek magyarországi fényképes igazolványaik, ők hozzák azt, amit Magyarországról kaptak, tehát például honosítási okiratot, lakcímkártyát és egy szerb fényképes igazolványt, mondjuk a szerbiai útlevelet vagy a személyigazolványt. Milyen módon kívánja a magyar kormány felhívni a figyelmet a választás fontosságára itt Vajdaságban? Lesznek esetleg különböző választási plakátok, illetve népszavazásra buzdító plakátok az elkövetkező időszakban, és ugye, ha jól tudom, itt akkor a Vajdasági Magyar Szövetség segítségét is igénybe veszi a kormány, ezáltal kívánja felhívni a figyelmet a választóknak arra vonatkozóan, hogy vegyenek részt a népszavazáson. Valóban a vajdasági magyar pártok, mindenki a maga elképzelése és politikai irányultsága alapján már most is folytat egy kampányt, hiszen ezt a Pannon RTV Vajdaság ma és a Magyar Szó nyomtatott írott oldalain, illetőleg a tévében már hallhattuk, tehát a magyar pártok, természetesen a VMS a legtöbb magyar szavazatot töberítő magyar párt esetében is megszólítja a választópolgárokat. Az első legfontosabb üzenet természetesen, hogy van joguk a kettős magyar állampolgároknak, vagy többes állampolgároknak népszavazáson részt venni, és azon belül az üzenet azt hiszem egyértelmű, amire korábban beszéltünk. Mindenki látta, hogy ez a jelenség mit jelenthet egy itteni közösség életében. Tudjuk nagyon jól, hogy ez egy sokkal nagyobb kérdéskörnek az egyik szelete, ami a magyar népszavazás, és valójában majd valahol Brüsszelben kell döntést hozni ennek a problémának a kezelésére, de azt hiszem ez nagyon fontos, hogy a legalapvetőbb alkotmányos jog, a szavazati jog most is biztosított, és mindenki kinyilváníthatja a véleményét. A magyar kormányzat pedig tudatában van annak, hogy politikai kampányt Szerbiában gyakorlatilag a szerb törvények alapján szinte ugyanazokkal a feltételekkel lehet folytatni, mint ahogy a szerb pártok mondjuk egy országgyűlési választás vagy népszavazás előtt megtehetik. Erre korábban is volt példa a magyarországi országgyűlési választások idején, de azt is láthatják a tisztelt érdeklődők, szavazópolgárok, hogy például Horvátország is ezzel a lehetőséggel él a saját népszavazása vagy országgyűlési választása előtt. Ennek a döntéséről még nem tudok beszámolni, amennyiben a kormány úgy dönt, hogy ezzel az eszközzel él, ez hamarosan meg fog jelenni.
Nagyon sokan fordulnak, és ez most nem a népszavazással kapcsolatos kérdés lesz így a végére, az elektronikus igazolvánnyal kapcsolatban hozzánk. Mikortól lehet majd igényelni a szabadkai magyar főkonzulátuson ezt az igazolványt? Ugye ez megkönnyíti a határátlépést, és többen a vajdasági magyar közösségből is jogosultak ennek kiváltására. Természetesen ez megint egy jogi értelemben, és hogy úgy mondjam, egy demokratikus értelemben véve egy nagy újítás, hiszen most már, ami január elejét jelenti, a magyarországi lakcímmel nem rendelkezők is kérhetnek olyan elektronikus személyi igazolványt, amelyik a személyes adatokon kívül a chip adattartalmától függően egyéb adatokat, tehát társadalombiztosítás, adószám is fog tartalmazni, úgy, hogy ennek az igazolványnak a kiadása, kiállítása ingyenes. Ennek az informatikai, technikai feltételei egyelőre még a külképviseleteken nem állnak fent, nem biztosítottak. Én úgy gondolom, hogy az ősz második felében talán pontosabban be tudunk számolni a kezdő időpontról, és remélhetőleg majd mi is át tudjuk venni ezeket a kérelmeket. Egyelőre sajnos csak Magyarországon lehet benyújtani az e-személyigazolvány iránti kérelmeket. A sok időpontok, illetve levélszavazás után egy kis kultúrával folytatnánk. Őszi zsidó kulturális fesztivál Szabadkán, önök ugye a szabadkai főkonzulátus szervezője, illetve társszervezője ennek a rendezvénynek. Mit kell erről tudnunk? Valóban egy kicsit mi is próbálunk kitekinteni, és a napi feladatokon túl is a kultúra területén az együttműködő partnereinkkel, akik ebben az esetben a Szabadkai Zsidó Hitközség és Szabadka város polgármesteri hivatala, a város kulturális életébe is bekapcsolódni. Ez a zsidó kulturális hét a szabadkai kulturális eseményeknek egyik pontja, aminek keretében holnap a Városházán megrendezése fog kerülni a második zsidó kántorkoncert. Az első elég, hogy úgy mondjam, nagy sikert aratott, hiszen a fellépő kántorok éneke és előadás módja önmagában is azt hiszem, hogy egy élmény, de így, hogy ez a Szabadkai Városházán kerül majd megrendezése és bemutatásra, én azt hiszem, hogy valóban a zene kedvelőket majd vonzani fogja. Várunk minden érdeklődőt, hiszen a rendezvény nem meghívásos, és holnap meg lehet ezt 18 órától tekinteni, hallgatni a Szabadkai Városházán. Ugyanakkor, aki kedvet érez erre, a YouTube-on megtalálható már a tavalyi programnak egy rövidebb verziója is, tehát meg lehet nézni, hogy hogyan hangzott és hogyan zajlott az előző kántorkoncert Szabadkán. Főkonzul úr, nagyon szépen köszönjük, hogy megosztották velünk ezeket a fontos információkat, reméljük, hogy minél többen szavaznak majd. Köszönjük. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, további jó tévézést kívánok!